A kortárs képzőművészet nem zárt. Erre hívják fel a figyelmet a budapesti független képzőművészeti tanszék előadói. Vas Szabolcs képzőművész végigkíséri az esemény minden pontját. Nekem ez valamilyen szinten szakmai továbbfejlődés, és tulajdonképpen kíváncsiság vezényelt, nem tudom, hogy mit várhatok ettől. Pozitív feedbackek a számunkra. Az előadás sorozaton megszólalt Kürti Emese, aki Ladik Katalin performanszaival foglalkozik. Szimán György, a Magyar Képzőművészeti Egyetem frissen végzett hallgatója, a Legkisebb Királyfi szemszöge című előadásban a videójáték, a popkultúra és a képzőművészet kapcsolatával foglalkozott. Ádám Anna workshopjának az Újvidéki Tudós Klub ad otthont szombaton. A mi művész kollektívánknak tulajdonképpen van egy sajátos eszköztára, ami a ruha, és ezt egészítjük ki tulajdonképpen mindenféle műanyag és művirágokkal, kövekkel, kavicsokkal. Ez lesz az eszköz, és ezen túl fogunk személyes narratívákat, történeteket tulajdonképpen lefordítani egy vizuális művészeti nyelvre. Szóval egy fordító workshop tulajdonképpen. Hogy azt gondoljuk, hogy ebben nagyon komoly hiány van. A független képzőművészeti tanszék 2013-ban alakult. Különböző felsőoktatási intézményekben tartanak előadásokat, workshopokat. Nem feltétlenül galériákban vagy múzeumokban kell a kortárs képzőművészetet keresni. Elképzelhető, hogy az utcán jön velünk szembe. Egyetemekre visszük elsősorban ugye ezt a projektet, és fontos cél, hogy nem művészeti képzési területekre, hanem egyéb általános területekre is szeretnénk eljuttatni a kortárs kultúrát, mert hogy azt gondoljuk, hogy a kortárs kultúra, a kortárs képzőművészet az igazából a fiatalokat szeretné leginkább megszólítani, a kortársaikat, és hát ebben nagyon nagy oktatási hiányok vannak az elmúlt évtizedekben, és hát ezt igyekszünk valamilyen módon helyzetbe hozni. A volt szocialista országok térségeibe igyekeznek kiterjeszteni programjaikat. Ahogy mondtam, és nem...